Érdekli a vasi, az országos és a nemzetközi futball? Akkor hallgassa meg a vaol.hu oldalon szombatonként jelentkező sportkesztet. A Vasnépes sportrovata Pum András szerkesztésében összefoglalja, csokorba gyűjti a hét legfontosabb, legszínesebb futball híreit néhány percben. A magyar labdarúgó válogatott hátrányból fordítva 2-1-re győzött Szerbia vendégeként az Európa bajnoki selejtező sorozat rangadóján, így megerősítette vezető helyét a csoportban. Bár egy rossz kirúgásból indulva, a menteni igyekvő Szalai Attila öngóljával a szerbek szereztek vezetést 10 perc játék után, a magyarok a 34. és a 36. perc között Varga Barnabás és Vili Orbán góljaival fordítottak. A belgrádi sikerrel Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai 3 ponttal elhúztak a riválistól, a 3. helyezett Montenegró előtt pedig már 5 pont az előnyük féltávnál. Az 5-ösből az első 2 jut ki a jövő évi németországi kontinens viadalra. A magyarok legközelebb október 14-én Szerbiát fogadják. A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben sem állt meg az élet a szombathelyi Haladás MB2-es labdarúgó csapatának házatáján. A vasiak egy évre Szegedről kölcsönvették a szerb-magyar jobboldali védőt, Beronya Zoránt. A hátvéd az osztrák Admira elleni felkészülési meccsen már be is mutatkozott új csapatában. A vasiak 3-2-re kikaptak Bécsben, a vendéggólokat Heles és Rácz 11-esből szerezték. A szombathelyiektől 2 futballista, Jancsó András és az új szerzemény Beronya is megsérült. Egyelőre nem tudni, mennyit kell kihagyniuk. Az MB3 nyugati csoportjában szereplő szombathelyi Haladás VSE MB3-as gárdája az elmúlt körben odahaza 2-1-re kikapott a 3. kerületi TVL-től. Szombaton már is javíthatnak Szenci Imre tanítványai, a zöldfehérek 11 órakor az Eto Akadémia otthonában meccselnek. A szintén az MB3-ban szereplő utolsó előtti 15. helyen álló Csornai Ese és Németh Szabolcs vezetőedző közös megegyezéssel szerződés bontott. A szombathelyi Haladás korábbi trénerével 6 bajnokin 5-ször kikapott a Csorna, 1-szer nyert, és a Haladás VSE ellen búcsúzott a Magyar Kupától is. Németh Szabolcs nyáron vett át a csornai csapat szakmai munkájának irányítását. Jól szerepel a női labdarúgó NB1-ben a Haladás Viktória. Marco Edina vezetőedző csapata ugyan az első fordulóban kikapott az MTK-tól, utána 2-0-ra nyert Budaörsön, legutóbb pedig 2-1-re verte az Asztrát. A zöldfehérek a 4. fordulóban vasárnap 16:30-kor a Szeged otthonában lépnek pályára. A héten sorsoltak a Magyar Kupában is, a vasiak a Budaörs otthonában vívhatják ki a továbbjutást. A 2022-23-as bajnokság legjobb férfi mezőny játékosának Varga Barnabást, a legjobb nőinek a Haladás Viktória korábbi futballistáját, Gődér Brigittát választották meg a hivatásos labdarúgók szervezetének szavazásán. A szervezet idén, immáron 33. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól, a csaknem 1000 profi futballista 8 kategóriában voksolhatott, posztonként 5 személyre. A legjobb NB1-es mezőnyjátékos a nyáron Paksról a Ferencvárosba igazolt vasi, szentpéterfai származású Varga Barnabás, aki 26 találattal lett az élvonal gól királya. A kecskeméti Szuhodovszki Somát és a debreceni Dzsuzsák Balást megelőzve zárt az élen. Idén már 7. alkalommal 2 kategóriában a női labdarúgás legmeghatározóbb alakjait is díjazták. Bíró Barbarát az FTC-től, a legjobb kapusnak, Gődér Brigittát, a Haladás Viktória, jelenleg FTC játékosát pedig a legjobb mezőnyjátékosnak választották meg. A
A sérülésből lábadozó, szombathelyi születésű Schäfer Andrást kihagyta a labdarúgó bajnokok ligája csoportkörére megadott keretéből csapata, az Union Berlin. A német közösségi oldalán tette közzé a 24 fős névsort, melyben nem szerepel a 24 éves középpályás, aki kihagyta a magyar válogatott szerbek elleni Európa-bajnoki selejtezőjét, és a csehek elleni barátságos találkozón sem szerepelhet. Schäfer hosszú ideje sérülésekkel küzd. Májusban ismét a jobb lába sajka csontjában alakult ki egy fáradásos törés, ami után június 1-én megint megműtötték. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, jövő héten újra jövünk a legfrissebb hírekkel.